legyen csak igaz, ima is legjár, mert egy a hölgyem is van, így mondtam többször, itt lesz velem személyesen Kokotia, itt a stúdióban is megérkezett a fiatal, szexi, senekes nő, szia! Szia, Kuki, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Mi újság veled? Jól vagyok, köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehetek. De már hármaszor vagy itt talán, nem? Így van, így van. Bármikor jön Kokotia, és köszönöm nektek, hogy mindig mosolyog, bulizik. Hát jó, jó, ez egy jó dolog, pozitív. Igen, hívjatok többször is. Nem rajtunk múlik, hidd el. Figyelj, Kokotia, ezzel vagy itt, mert van egy új dal most. Igen. Ugye, mi a szám címe pontosan? Love Got Me Like. Ez magyarul hogy kell fordítani ezt? Elcsípett a szerelem, elkapott a szerelem érzése, valami hasonló. És ez igaz? Hát most jelenleg nem. De azért kicsit mondd meg, hogyan született meg a dalt, és miről szól, légy szíves, Kokotia? A dal Svédországban született, magát az alapot, a zenei alapot és az énekharmóniát, a dalszöveget kinnírták, és itthoni szakemberek tanácsának, illetve munkájának köszönhetően vált olyanná, amilyen. Szuper kis dallá. Ez egy nagyon vidám, pörgős, szerelmes számra sikerült, és nagyon széles énekskálán mozog, úgyhogy így ki tudtam élni a zenei tudásomat, és nagyon játékossá tudtam így tenni hangilag. Ugye mondtam, hogy ez a dal a szerelemről szól. Tömören inkább a témájában az, hogy a világ egymásnak szánt két embert, akkor az akarva akaratlanul is találkoznak, és akkor érzik ezt a fellángoló, nagyon pozitív érzést, és nagyon, tényleg nagyon ilyen pozitív gondolatokkal van tele ez az egész dal, hogy például a szerelem, amit egymás iránt éreznek, az bepotolja azt az űrt, ami eddig volt az életükbe, és mindig egymásra tudnak támaszkodni, éjszakákat együtt töltenek, nappalokat, szóval ilyen nagyon kis lágy, üde kis szerelmes szám. Van még egy kérdésem, hogy te mondtad, hogy Svédországban készült. Így van. Te mit csináltál Svédországban? Én semmit, de a Speed of Light első dalom, amit ugye ti is játszatok, és volt, amit álltok interjún, azt ugyanezek a dalszerzők készítették részben, és ugye ők megkerestek engem annól, hogy szeretnének nekem dalt írni, és azóta így kialakult köztünk egy nagyon jó ilyen baráti kapcsolat, már azt kell, hogy így mondjam. Kezdődik, igen. Igen, és ugye ennek a baráti kapcsolatnak köszönhetően folyamatosan születnek az egyes dalok. Szuper! Van videóklip is hozzá? Igen, most ezúttal azt találtam ki, hogy kicsit térjünk el az általam eddig megszokottól, és egy animációs mesefigurát képzeljünk el, vagy rajzoljunk le, ami én vagyok, és ezt egy kicsit elnagyoltuk így a hajamilag, mert ugye lila a klipben a hajam, meg ilyen nagyon-nagyon színes, nagyon derűs, szívecskés, úgyhogy ez most nagyon passzol így a Valentin héthez. Jó, úgyis ott vagyunk élőben a Facebookon, a Rádió 1, a Ryan Goldalon, szóval ha valaki lát minket és néz minket élőben, akkor nem csak hallani fognak az új dalt, hanem a videoklip fogunk is sugározni itt a stúdióban. Kokotia, most te jössz, tessék bekonferálni a saját dalod, jó? Nem akarom rontani a szám címe, te jössz most, mondjad. Sziasztok, hallgassátok most a Rádió 1-en a Love Got Me Like-ot Kokotiától.
csak igazi ma is legyen. Ez volt a Kokotia Dal Premier. Még egyszer, sziasztok. A videoklipnek sok szívecske van benne. Azt már aki lát minket Facebookon, arra jön, hogy imádod a szívecske, ugye? Így van, meg a színeket. Így van a színeket, jó. Helyesen. Figyelj, kitűnő az ünő, a zene. Nagyon sokan néztek minket a Facebookon. Szóval nekem van egy pár kérdés még, hogy mi a következő nagy terved például? Most igaz, hogy 2-3 hónapja jött ki az első nagylemez, de más már a második nagylemezen is dolgozunk. Emellett tavaly indultam a Cseh Tamás program induló és kezdő előadók pályázatán, ahol be is jutottam a döntőbe, és az L38 hajón léphettem fel, és az akkora lendületet adott így a karrieremben, a pályafutásomban, hogy idén most összealakul a zenekarom, most már nagyjából összeálltunk, próbálgatunk, úgyhogy ebben az évben ilyen nagyobb lemezbemutató koncerteket fogunk tartani, és... Van ez egy dobos, egy gitárbasszus, egy szinti... És még egy gitáros, így négyen. És én mint az énekes. Hát azt gondoltam, nem én, igen. Jó, ez jó. Csak van ez egy turné, minden fogtok picit turnézni? Így van, így van. Lesz majd testen lemezbemutató koncert, ahova várlak titeket szeretettel. Hát megkapunk, még jó, akkor megyünk. Jó, oké. Hát ez elég jó. És figyelj, minden dal most már nem angolul énekelsz. Miért? Kérdés, megcsíptél? Hát azért vagyok itt, hogy kicsit néha szemterek legyen. Az első lemezemnek ugye 11 dal készült rá, abból 6 dal angol, 5 pedig magyar. Szóval inkább azt mondom, hogy 50-50%. 50-50%, jó. Igen, és a második nagy lemeznél szeretném egy kicsit áttolni ezt inkább a magyar vonalra, és minél több magyar dalszövegeket írni. Ezeket most javarészt inkább én szeretném már megírni, meg én is írom őket. Eddig voltak különböző szövegíróim, de jövőben szeretném én kibontakoztatni magam. Jó, oké. Kokotia, köszönöm szépen, itt voltál velünk. Sok-sok sikert kívánunk neked. Nagyon szépen köszönöm. És úgy is tudom, hogy hamarosan újra találkozunk. Mert mindig jössz ide, Mika. Jó, oké, rendben. Jó, alig közelebb együtt vacsorázunk is, jó? Oké? Közösen itt a program meeting, stb. Program meeting, jössz egy pajmigazgató, zenéigazgató, Lomina, Peti, Csabi, mindenki. Érezd magad, sok sikert kívánunk még egyszer neked, jó? Köszönöm szépen, köszönöm, hogy